Több évtizedes hagyomány a megyében, hogy a nagypályás bajnokságok befejezését követően teremtornák kínálnak játék lehetőséget a kispályás foci szerelmeseinek. A megye székhelyen november utolsó hétvégéjén 24 csapat lép majd pályára a Bemiskola csarnokában. 35 év felett lehet jelentkezni. Igen, hamar megtelnek a csapatok, úgyhogy aki gondolkodik rajta, én azt gondolom, hogy sokáig ne húzza halassza a döntését. Egy nagyon jó hangulatú, barátságos, családias összecsapás ez lényegében a foci területén, úgyhogy én azt gondolom, hogy most is egy igazi, jó, szurkolható, családias esemény lesz. A 150 ezer forint összdíjazású Nyírerdő Retro Rádió kupán november 26-án és 27-én játszanak majd a csapatok. A társnévadó képviselője szerint érdemes volt elkötelezni magukat a rendezvény mellett. Az eredményes erdőgazdálkodásunk révén azért az ebből termelt hasznot, annak egy részét nyilván egyéb közjóléti tevékenységekre és nem utolsó sorban a sportra is tudjuk folytani, tudunk támogatni ilyen rendezvényeket, és ezt örömmel tesszük, hiszen ez is azt mutatja, hogy jó gazdálkodunk, és jut erre is pénz. Az ötödik alkalommal kiírt 200 ezer forint összdíjazású Szabolcs Takari karácsony kupán december 16-a és 18-a között 36 csapat méri majd összetudását. 5 évvel ezelőtt örömmel csatlakoztunk a rendezvényhez. Az igazat megvalva több szálon kapcsolódtunk az akkori sportcentrumnak a jogelődjéhez, több eseményt támogattunk azt megelőzően is, és akkor vetült fel ez az ötlet, hogy akkor karácsony előtt kapcsolódjunk, mint névadó szponzora ez a tornához, de az 5 év is azt mutatja, hogy abszolút elégedettek vagyunk. Személyesen szoktunk megnyilvánulni a torna minőségéről, úgy a szervezőgárda, mint a csapatokat illetően, és ez az 5 év azt mutatja, hogy valóban nagyszerű kezdeményezés mellé álltunk. Az elmúlt évekhez hasonlóan ezúttal is több neves, korábbi és jelenlegi játékos láthatnak majd a pályán a szurkolók. Fantasztikus parkettművészek jönnek ezekre a tornákra el. Egy az, hogy egy nagyon jó alapot ad a Nyíregyházán működő 117 csapat, és a környező megyékből, Borsodból, Hajdúból érkeznek hozzánk csapatok. Több volt NB1-es, vagy éppen válogatott játékos is szerepel ezeken a tornákon. Az öreg fiúknál olyan játékosok is jönnek, ugye, akik nagyon sokat tettek már le a futball asztalára. De az amatőr tornán, ahol minden megkötés nélkül bárki indulhat, ott is találkozunk olyan csapatokkal, akik fantasztikus produkciókat mutatnak be ezeken a tornákon. A tornákon a legjobb csapatok a pénzdíj mellett serleget és oklevelet kapnak, emellett a legjobb kapus, illetve játékos, valamint a gólkirály külön díjban részesül.